Rájöttem, mi az az egyetlen összetevő, amit egészen idáig hiányzott a kísérletem. Harry, lassíts! Melyik kísérlet, amiről a múltkor beszéltem? Nem, erről még nem beszéltem neked. Robert Louis Stevenson a világirodalom és a krimi irodalom egyik klasszikusát is megalkotta a Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete című regényével. Örökérvényű mondani valója a műnek a jó és a rossz küzdelme, ami akár egy emberen belül is végletes formában valósulhat meg. De a művet színpadra alkalmazó és az előadást rendező Bognár Beatrix szerint ennél is több kérdést feszeget a darab. Itt ugye bejön az, hogy nagyon sok vallásos kérdés, ugye akkoriban ez nagyon jelentős volt. Bejön az, hogy létezik-e Isten, van-e sátán, van-e menny, van-e pokol, vagy egyáltalán az, hogyha elkövetünk a földön bármilyen bűnt, akkor van-e feloldozás, mondja öngyilkos lesz a Jekyll ez miatt, hogy a lelkét megmentse. A jó és a rossz az a lélekhez tartozik, és tulajdonképpen erre képes lesz az ember. Ugye ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és ezt is hordozza a darab. A tudathasadásos betegség foglalkoztatta Stevensont, ebből építette fel regényét, és ez ad feladatot a kettős egyéniségű címszereplőt megformáló színész. Celler Péternek. Igazából erre úgy tekintek minden szempontból, mint két különálló szerepre. Ezt azt hiszem, hogy ez az elsődleges, amivel így neki lehet ennek ugrani. És amikor ez a két különálló szerep megvan, akkor utána lehet így szépen a kis szálakat összefűzni a két figura között. Hyde az én gonoszabbik fele, akit felruháztam a megjelenés képességével. Köszönjük, szíves vagy. A dramatizált forma lehetőséget ad a történet olyan részleteinek kibontására is, amelyek az eredeti műben esetleg nem kaptak nagyobb hangsúlyt. Ez egy egészen más irányú történet volt a regényben, és a drámában ugye olyan jeleneteket kellett megjeleníteni, meg színpadra vinni, amelyek csak mondjuk levélből derültek ki az eredeti műből. Úgyhogy ez egy tényleg azt mondom, hogy 100%-osan dramatizált forma. Én olvasva is, meg tanulva is abszolút úgy működik, mint mintha drámának íródott volna eredetileg ez az egész. A darabnak a végét nagyon könnyű volt összerakni, viszont az elejét, mivel én beleszerettem volna tenni az átváltozást, hogy jut el a Jekyll ehhez az egészhez, hogy ő kikeveri az italt, hogy megissza, milyen változtatások lesznek, és hát ez nehéz volt megírni. A másik oldala pedig a Hyde-nak az oldala volt, mivel ez a regényben nem annyira jön ki, de én ezt meg szerettem volna mutatni a színpadon is. A Prospero színkör Dr. Jekyll és Mr. Hyde című előadásában a címszereplőn kívül Marton Dávid, Varjas Benjamin és Balog Mihály lesz látható a színpadon, a bemutatót pedig november 11-én tartják majd a Köfény Művelődési Ház színház termében.